A szászvári általános iskolások készültek ünnepi műsorral az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezve. A 7. osztályos diákok előadását minden tanuló és pedagógus figyelemmel követte. A zene és táncos elemekkel tűzdelt bemutatóban a mai helyzetre is felhívták a figyelmet a gyerekek. Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője ehhez kapcsolódóan azt mondta, az akkori követeléseket felidézendően van most egy szomorú aktualitása is a megemlékezésnek. Az egyik diák felidézve az akkori követeléseket, felidézte az akkori kort, magyar katonák ne menjenek külföldre, külföldiek pedig hagyják el Magyarország területét. Szólt ez a követelés ugye 48-49-ben is, és itt egy pillanatra megállt a műsor azzal a szándékkal, hogy megemlékezzünk az ukrajnai háború elesett gyermekeire és felnőttjeire. Igen, hát ez az a szomorú aktualitás, amikor egy emlékév, egy nemzeti ünnep felidézése összekapcsolódik egy olyan tragikus eseményhez, amiről még 3 héttel ezelőtt se gondol senki, és ma szomorú aktualitásként itt van velünk. Félő, hogy elhúzódó háborúval kell szembenéznünk, ugyanakkor a gazdasági lehetőségeinket is visszaveti ez az esztelen cselekedet, tette hozzá Hargitai János. Most azonban a mi hőseink előtt is tisztelegnünk kell, így a városvezetői, nemzetiségi képviselői átvonultak az iskola mellett álló emlékeihez, a büszkeségponthoz. Itt a résztvevők koszorúkkal, virágokkal rótták le kegyeletüket a forradalom és szabadságharc áldozatai előtt, ahogyan azt az intézmény diákjai is tették műsorukban.